Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó a milyen októberi összegzésem lesz. Ahogy azt ígértem a legutóbbi helyzetjelentésben, a havi összegzés videók megmaradnak, úgyhogy ennek meg pont most van itt az ideje, mivel hogy ma van október 31, és én ma már a Gyűrűk ura harmadik részét nem fogom kiolvasni, mert még vagy 700 oldal hátra van belőle, úgyhogy tudok összegezni. Egész jó voltam októberben szerintem, mármint ahhoz képest, ahogy éreztem olvasás közben legtöbbször, hogy szenvedés, vagy ilyen, nem is tudom, ugye olvasás közben folyamat azt érzem, hogy nem haladok, nem érdekel, nincs kedvem, meg ilyenek. Igen, szeptemberben jobb voltam a hosszabb könyvekkel, de egyébként így is, hát igazából öt könyvet fejeztem be, mondhatjuk, de az inkább olyan 4,5, 4 1/4, mert az egyik az gyakorlatilag egy ilyen egy novella volt, csak az megjelent külön is, meg megjelent másik kötetben is, és akkor azt én most így külön könyvként számoltam, de az egy ilyen 50 oldalról beszélünk egyébként. Oké, úgyhogy nézzük is, hogy mi volt az az 5 könyv, amit kiolvastam októberben. Az első, amit nem fogok tudni mutatni, mert azt hangos könyvben hallgattam, ehhez szerintem már hozzászoktatok, hogy kb. Minden összegzésben van legalább egy hangos könyv, és ez most a BookTube könyvklub októberi közös könyve volt, most Vándor cirkusz volt a téma, és hát három közös könyv volt, és gyakorlatilag az a választásom azért esett erre a könyvre, mert ez volt fenn szkripten, és úgy voltam vele, hogy valószínűleg mostanában úgy fogom tudni tartani, hogy még könyvklubozok is, és nem feltétlenül olyan könyvvel, ami benne van egyből a TBR-omba, vagy a megvan könyvként. Nagyobb eséllyel olvasom el őket, hogyha hangos könyv, és a három lehetőségből csak ez volt fönn, úgyhogy ült van, hogy oké, majd csak lecsúszik remélhetőleg. Ez nem más volt, mint Stephanie Garbertől, azt hiszem ez a szerzőnek a neve, a Caraval. Nem igazán terveztem életemben elolvasni a Caravalt, már csak azért is, mert a Caraval is egy olyan, hogy hype van körülötte, de olyan emberektől, akiknek így tudom, hogyha valami nem tetszik, akkor azért elég nagy eséllyel nekem se fog. Azoktól azt hallottam róla, hogy azért ez nem olyan jó. És nem mondanám azt, hogy előítéletekkel vágtam bele a könyvbe, de nyilván szkeptikus voltam, hogy na, akkor azért nézzük meg, hogy mégis mit tud ez. És valahol egyébként még így is csalódás ért, mert valahol bennem volt az, hogy hát azért, hogyha van körülötte hype, akkor csak megtalálom, hogy mi miatt. És igazából én elolvasva a könyvet, vagy végighallgatva a könyvet, mosogatás közben nagyon jól csúszott, úgyhogy ez legalább előnye, másfélszeres gyorsaságon. Semmilyennek éreztem őszintén. Tehát azt hittem, hogy ez a könyv izgalmasabb lesz, hogy több fordulat lesz benne, hogy többször, hogy nyomozósabb lesz. Tehát ugye az egész hátoldalán, ami van szöveg, vagy ami ugye a fő szövege, az, hogy először kell megtalálni a tesóját, mielőtt bárki más is örökre elveszít, és ez egy ilyen tök jó. Én valami nyomozósabbra gondoltam, ehhez képest így a nyomozós része az elrepült a fejem felett, és túl sok kemény hasizom leírás volt helyette benne. Nem azt mondom, hogy életem legrosszabb könyve volt, olvastam már ettől sokkal rosszabbat, de sokkal jobbat is, szóval ilyen egyszer végig hallgatható kategóriának ítéltem meg a végére. A főszereplő nagyon idegesített engem személy szerint, de lehet a narrátor hangja is idegesítő volt, viszont én úgy érzem, hogy a főszereplőnek így a hangja volt, vagy az, hogy ilyen kicsit ilyen nyivákolósnak éreztem az egészet. Szóval az lehet a narrátor hibája is, de nem ez vitte el a könyvet, tehát ez csak egy ilyen plusz dolog. Voltak benne jó fordulatok, de nagyon sokszor akart a szemem a szemforgatástól kiugrani a helyéről. Nem tudom, hogyha ezt pár évvel ezelőtt olvasom, esetleg jobban tetszett volna-e. Kedvencem szerintem akkor se lett volna, mert pár évvel ezelőtt se szerettem már olyan dolgokat, amik ebben benne voltak, mint például a romantikus szál, az számomra hihetetlen irritáló volt, és nagyon ilyen instant történt, amit nem szeretek, tehát azt hiszem kb. Már a második nap izé volt, vagy a harmadik napon, amit egy, mindegy. És volt benne egy olyan jelenet, ami még a stage dive vlogoknál sem. Szóval ez, ami a stage dive vlogokban, hogyha azt valaki tudja, ott voltak dolgok, amik traumatizáltak, de ebben a könyvben volt egy jelenet, spoiler, amikor van az a rész, hogy Scarlett véletlen két napot az életéből elad egy ruháért, és akkor a Julian meg
egy napot ad az övéből, és akkor itt csak egy napot veszítenek mindketten, és ott van az az ujját megszúrja, és kiszívja a vérét per át, és ott ilyen nagyon átcsapott a leírás, ilyen, hogy úristen, közelebb akarok hozzá, tehát hogy közelebb akar hozzá lenni, meg mást is akar érezni, meg így, nem tudom, szerintem így pont így mosogattam valami edényt, és így álltam a mosogató felett, hogy ez mi az Isten volt? Tehát az a jelenet az nálam így kiverte a biztosítékot, tehát az annyira a furának a furája volt, hogy nem értettem, mit keresett ott, tehát, vagy miért pont az lett így leírva, hogy kiszívja az ujjából a vért, és ez milyen erotikus érzéseket keltett ott, vagy én nem tudom, ilyen nagyon intimnek érződött, nem is tudom, csak így álltam és hallgattam, hogy mi történik? Ja, igen, illetve ugye már amikor bemennek a karavába, akkor mindig elmondják, hogy jaj, hát minden, nem minden az, aminek látszik, meg semmi nem az, aminek látszik, ez csak egy játék, izé, és pont emiatt én se tudtam igazából ugye komolyan venni az eseményeket. Scarlett meg mindenért, úristen, izé, nem mindent, de ugye mindent komolyan vett, és úristen, tényleg meghalt, meg tényleg nem tudom. És én megértem, hogy ő miért reagált itt, mert nyilván, hogyha elmondják, hogy jaj, ez csak játék, de valakit kinyírnak előtted, akkor azért nyilván azt hiszed, hogy akkor ez lehet mégse játék. De én emiatt, hogy legalább kétszer elmondják, a fülszövegben is benne van, a Julian is 80-szor elmondja neki, és jó, úgy voltam vele, hogy jó, még nincs vége a könyvnek, én addig nem hiszem el senkiről, hogy meghalt, meg nem hiszem el semmiről, hogy igazi. És igazam lehet, hogy csak játék volt, vagy nem is tudom, hogy egyébként egy elég ilyen nem túl fun játék, ha engem kérdeztek, na mindegy. Szóval elolvastam a karaval első részét, nem fogom folytatni, nem is nagyon érdekel a folytatás, én ezt meghagyom azoknak, akik szeretik. Hajrá, nekem nem jött be. Viszont itt be fogom linkelni, mert lesz róla BookTube könyvklub kibeszélő, amiben én sajnos nem fogok tudni részt venni, de itt meg tudjátok nézni, hogy a többiek mit mondanak róla. Jó, és most, hogy ennyire kiveséztem a karavált, térjünk át azokra, amiket tudok mutogatni. Amiből az első, Peter S. Beagle-től az utolsó egyszarvú, ez az új Gabós kiadása, és ez nekem recenziós példányom volt, úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm a Gabónak. Én ebből emlékeztem halványan a rajzfilmre, hogy én azt talán egyszer láttam, de nem vagyok benne biztos, hogy végig láttam-e, vagy csak így részleteket. Meg hát unikorn is, és lila, úgyhogy nekem ez ilyen most már tényleg ideje volt, főleg ebben a kiadásban elolvasnom ezt a sztorit. Az elején meg kellett egyébként szoknom a stílust, mert egy ilyen, tehát nem olyan stílusban ír Peter S. Beagle, mint mondjuk az ilyen fantasy, többi fantasy könyvem, amiket én olvastam, ugye én ilyen gyerekkönyveket olvastam, és bár ez is azt hiszem talán ilyen ifjúsági vagy gyerekkönyv kategória, jóval másabb stílus, jóval régebbi is. Mondom pontosan mikori, addig le is jár a felvételidőm. 68-as a könyv. Igen, és hát sztoriban az, hogy követjük az utolsó egyszarvút, aki megpróbálja megtalálni a népének a többi tagját, a többi egyszarvút, de hát ugye ők így eltűntek, és akkor útközben találkozik Zsémbes Marcsával, meg Smendrikkel, vagy Smendrikkel, a varázsolni nem tudó varázslóval, és végül is elmennek megkeresni a többi unikornist. Ez egy ilyen nagyon durván melankolikus kötet egyébként, tehát így olvassa az ember, és így szép, meg élvezed, de közben így megfacsargatja az ember szívét, hogy olyan tündérmesed, de olyan valódi végződéssel, vagy olyan realisztikus dolgokkal benne, meg hát azért valljuk be, azért tényleg ilyen kicsit szomorkás a vége. Szóval azután, hogy egyébként onnan indultam ki, hogy azután, hogy megszoktam a szerzőnek a stílusát, hogy kicsit így másabb, mint amit én alapból megszoktam, utána nagyon élveztem és nagyon tetszett. És most újra meg akarom nézni majd majd megnézem hát, ha valahol fönn van, nem tudom, Netflixen vagy ilyen helyeken a rajzfilm, hát ha meg tudom nézni. Úgyhogy nagyon tetszett a végére. És én valahol azért örülök, hogy visszaváltozott egy szarvúvá, de azért értem, hogy szomorú, mert így most ő emlékezni fog, hogy szerelmes volt, de nem lehetnek együtt. Szóval szomorú volt, de jó.
amit Zsófi szokott mondani, ugye a Harry Potterből idézve, hogy szenvedni fogsz, de örülni fogsz neki. De nagyon jó volt, nagyon tetszett. És igen, nekem ez megvan a Cicerós kiadásban is, mert el akartam olvasni, ugye ebből van egy folytatás novella, a Két szív, szóval elolvastam nem ezt a könyvet, hanem ennek a könyvnek azt a részét, amiben ez a Két szív című novella van, ami azt hiszem 2005-ben került hozzá, szóval ez így ennyi, ez a Két szív. Itt pedig egy kislányt követünk, akinek a faluja közelében egy griff telepedett le, és elkezdte megenni az embereket, és akkor elmegy a rendes fősztoriból ismert királyhoz, Lír királyhoz, segítséget kérni, közben találkozik Macsával, meg Smendrickkel, és nyilván megint benne lesz az egy szarvú is. Szóval ez egy ilyen lezárása volt az egész sztorinak, talán úgymond egy extra lezárás, vagy még egy lezárás. Ez is pontosan ugyanolyan szenvedni fogsz, de örülni fogsz neki kategória volt, tehát hogy szomorú volt, de jó volt, ha ez így érthető. Úgyhogy most már végre elolvastam az utolsó egy szarvút, és nagyon tetszett, úgyhogy. Nem számítottam arra, hogy nem fog tetszeni, mert egy szarvú, úgyhogy igen, lovas és jófajta. Mármint bocsánat, tudom, nem szabad őt lelovazni, mert nem szereti, ha lelovazzuk, mert nem is úgy néz ki ez az egy szarvú, mint egy ló, hanem ilyen kicsit hibridebb, de igen, úgyhogy nagyon jó volt. Folytatva, elolvastam Gallai Nagy Krisztinától a Boszorkányos hírnevet, ami szintén recenzió volt, és ezt a szerzőtől kaptam, úgyhogy ezt is nagyon-nagyon szépen köszönöm. Ez egy ilyen kis mesekönyv, ilyen 150 oldal, illusztrált, nem sok látszódik, illusztrált. Nagyon tetszik amúgy ez az illusztrációs stílus egyébként. Ja, Istenem! És ennek gyakorlatilag az a története, hogy a főszereplőnk Lizzie egy olyan családban nőtt fel, az ő családja az így tud varázsolni, és ezt így egyébként nyilván nem tudja senki, és akkor jön egy új gyerek, egy új lány az osztályába, aki ezt így kitalálja, mármint nem kitalálja, hanem kitalálja, rájön erre. Ugye gyanús lesz Lizzie, hogy Lizzie-t így elkerülik a mondjuk kidobós játékban a neki dobott labdák, meg ilyenek, és akkor végül is elhírezteli egy ponton, hogy ő boszorkány, és hogyha valaki hozzáér, akkor rogyás lesz, tehát így gyakorlatilag szekálják ezek után Lizzie-t, és ezt így tűri, aztán egyszer csak véletlen leégeti az iskolát egy kicsit frusztrált lett ugye, hogy bántották, pedig egyébként ő így a varázs erejével nem csinált senkinek semmi rosszat. És akkor utána a nyári szünetben jön egy Benny nevű kisfiú a városba, ahol lakik nyaralni a szüleivel, és akkor ők ketten készítenek Lizzie-ről videókat, amiben ugye varázsol. Ez kikerül az internetre, ebből lesznek különböző dolgok, vagy különböző dolgokhoz vezet. Gyakorlatilag ez a sztori. Viszont ez egy nagyon kis kedves történet volt, nekem nagyon-nagyon tetszett, hogy nem volt ilyen bugyuta, tök jól kommunikáltak benne, ami mindig egy nagyon jó pont nálam. Tehát itt tök jól megbeszélték a problémákat, de közben amikor meg mondjuk valami nem lett megbeszélve, annak itt jó indok volt a mögött, hogy miért nem volt megbeszélve mondjuk Lizzie meg a szülei között, hogy mindig mondta, hogy nem fogják sosem megérteni az ő szülei ugyanúgy az embereket, ahogy mondjuk ő, mert ő mondjuk úgy ugye jobban köztük él, a szülei meg annyira így nem. Nyilván közben benne van ez az iskolai bullizás dolog, meg az, hogy vigyázni kell, hogy ugyan mit teszünk ki az internetre, mert hogy az mihez vezethet, meg hogy mit higgyél el arról, ami kint van az interneten. Úgyhogy abszolút egy nagyon kis tanulságos kötet, és nagyon-nagyon tetszett. Tök jó volt a végkicsengése, meg az egésznek így a megoldása. Hát 12 éves a főszereplő, szóval tényleg ilyen 10-12 éves gyerekeknek szerintem tök jó olvasmány lehet, vagy esti mesének is akár. Nem hosszúak benne a fejezetek, van benne kis térkép is, és tényleg az egész olyan kis tanulságos, de közben kedves, tehát nincsenek benne ilyen durva dolgok, mint amik néha szoktak lenni a gyerekkönyvekben, meg tényleg értelmesen van megcsinálva. Úgyhogy tökre tetszett, úgyhogy nagyon örülök, hogy elolvastam ezt a könyvet. És az utolsó könyv, amit olvastam a hónapban, az végre folytattam a Wings of Fire sorozatot, úgyhogy a Moon Rising volt, ami a hatodik rész, és a második felvonásnak az első kötete, ebben megismerkedünk Moonwatcherrel, aki az egyik új főszereplőnk lesz,
És róla azt kell tudni, hogy nyilván kapcsolód, tehát hogy folytatja az előzőeket, tehát nem egy így, nem úgymond különálló, mert ehhez tudni kell az előzményeket, de a lényeg az, hogy ő évszázadok óta az első Nightwing, aki tud gondolat olvasni, illetve látja a jövőt, lát darabokat a jövőből, mi az képeket a jövőből, de ezt titokban tartja, mert hogy most ugye mindenki azt úgy tudja, hogy nekik már nincs erejük, és amúgy sem néznek rá jó szemmel a saját törzsén belül, mert hogy ő nem azon a vulkanikus szigeten született, ahol kellett élniük a Nightwingeknek, hanem őt az anya kicsempészte az esőerdőbe. És ezért is van egyébként végre ereje. És akkor őt elküldi az anyukája a Jade Mountain Akadémiába, amit ugye az előző, nem látszódik, az előző öt sárkány. Kaotikus videózás. Szóval azt a, ezt a sulita az előző sárkányok, tehát Sunny, Clay, Tsunami, meg Starflight, illetve Glory alapítják, és akkor ezzel próbálják ugye a háború okozta ellentéteket kicsit szétszedni, meg ugye a sárkány törzseket megismertetni egymással, hogy a jövőben ne legyen ilyen háború, mint ami volt. Igen, itt az iskolában igazából Moonnak el kell döntenie, hogy továbbra is titkolja a képességét, vagy felvállalja, hogy van neki ilyen, és akkor azzal segít másoknak, mert hogy itt hát ugye nem olyan egyszerű ez az átállás, hogy 20 évig, vagy meddig volt az örökösödési háborúja a Sandwingeknek, és hát ez nyilván hagyott néhány sebet a törzsekben egymás ellen. Szóval ez nem olyan egyszerű kibékíteni, és ez egy nagyon instabil lábakon álló béke, amit egyetlen aprócska mozzanat is megdönthet, úgyhogy igen, gyakorlatilag ez így az új sztorinak a bevezetése, illetve kapunk egy új proficiát is Moon Watchertől a könyv végén. Kicsit feltem egyébként, hogy nem fogom annyira szeretni az új szereplőket, de már most imádok mindenkit, és van olyan szereplő, aki az előző könyvekből is már benne van, és egyébként már a következő részt is olvasom, a Winter Turning-et, és nagyon szeretem Wintert. De a többieket is, úgyhogy nagyon-nagyon jó, még mindig annyira jó. Megint fangörcsöt kapok ettől a sorozattól majd, de nagyon jó lesz. Egyetlen bánatom, hogy emiatt a könyv miatt újra meggoogliztam, hogy hol is halad, vagy hogy is áll az animációs sorozat, amiről szó volt a könyvek kapcsán, hogy lesz, mert be volt jelentve, hogy készül. Hát a Netflix lemondta, úgyhogy nagyon csúnyán nézek a Netflixre, mert ez egy nagyon szomorú hír volt számomra, hogy pont ebből most nem lesz mégse animáció. Pedig olyan jó lenne. Szóval, ezeket a könyveket olvastam ki októberben, kommentben pedig írjátok meg, hogy ti milyen könyveket fejeztetek be a hónapban. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogy tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!